Na sziasztok, itt vagyok egy új videóban, és itt vagyok jelenleg Csömörön. Előttem egyébként az állomás található, egy ilyen három vágányos állomás, de ebből csak az egyetlen egy, itt a középső van használatban, és ugye itt ér véget a Csömöri hévnek a szányvonala. Ez a szélső vágány egyébként, ez már nincsen használatban, pedig sokáig az volt, ez viszont ugye ez a másik, jobb oldalt, ez is már régóta nincs használatban. Viszont itt láthatjátok, hogy itt ugye a Csömöri végállomás után még megy tovább a sín, és ez ugye nem más, mint a Csömöri Kabics Bánya vágány, amely ugye a Cinkotai köztemetőnél csatlakozik vissza a gödöllői főszányvonalba a hévnek. Ugyebár 1970-ig volt aktív forgalomban ez a vágány, és jelenleg is státusza szerint is aktív egyébként. Rendkívül ritkán szokták használni. Egyébként erre felé jött annó még a fővonala a gödöllői hívnek, ugye Csömörön keresztül, míg ugye megépült a Ilona-telepi összekötés Cinkotától, így már ugye gyorsabban megy a hév Gödöllő felé, és nem kell azt a Csömöri kitérőt megtennie. Így hát ugye maradt a Csömöri szányvonal Cinkotától, aminek hát eléggé kérdéses a jövője alapból is, hiszen már nem nagyon számolnak vele hosszú távon, így hát egyébként könnyen elképzelhető, hogy megszűnne maga a Csömöri szányvonal, egyébként ezt már egy korábbi videóban is részleteztem. Szóval ahogy itten láthatjátok, már azért eléggé beleolvadtak a környezetbe a felső vezeték tartó oszlopok, és itt érnek véget, itt ér véget a felső vezeték, és itt ugye megy tovább, és hát itt a lámpa vörös jelzést mutat, úgyhogy elviekben még ez mindig aktív papíron, de hát láthatjátok, hogy az állapota már nem éppen olyan. Egyébként a mai napokban történt, hogy vidékről hoztak fel egy BZ motorvonatot, történetesen Székesfehérvárról. És ugye már készült videó a Kerepesi út melletti vágányról, és azt hozták fel egyébként. És a héven keresztül hozták el végül Csömörre. És hát a legújabb fejlemények, azok elvileg azt mondják, hogy januártól már bevezetnének egy Csömörtől Kerepesig közlekedő ilyen viszonylatot, ami ugye ezt a Kabicsbánya vágányt venni igénybe mögöttem. Amit hát én személy szerint egyébként nem így önmagában, talán nem a legjobb ötletnek tartok, bár Cinkotától egyébként valamelyest értelmesebb lenne, bár akkor már ugye a Csömöri hévre se lenne olyan nagy szükség, már eleve nincs túl nagy, egyébként már csináltam egy videót a Csömöri hévről is történetesen, ott én egy saját ötletet vázoltam fel, hogy ott egy villamosról lenne szó, ami a Csömöri hévet kiváltana, és akár ezt a Kabicsbánya vágányt is igénybe venni, és ott menne vissza a fővonalba, és hát szóval egy BZ járatot indítanának Csömör, illetve Kerepes között. Ez itt már a második híd egyébként, ami itt előttünk van. Mögöttünk már ott a ködbe, nem nagyon látni, de ott is van egy. És azért a hidak alatt tanyáznak néhányan. Úgyhogy megyünk tovább. Érdekes kis lelet itt a híd alatt, hogy valószínűleg, hogy így tartotta ez a néhány, ez a szerkezet itt a felső vezetéket. Valószínűleg ez a, ahol itt középen ment, és így ezekre volt kifeszítve. Nem tudom, hogy mennyire látjátok. Ahogy itt a fényviszonyok milyenek, igen. És hát igen.
Az oszlopok itt már nem nagyon, itt már nincsenek, de itt még volt felsővezeték tartó szerkezeteknek a nyoma. Úgyhogy tovább megyünk, aztán kíváncsian várom, hogy milyen új nyomokra bukkanok még. Van itt egy pár érdekes dolog egyébként. Ez... Na, erre viszont ötletem sincs, hogy mi lehet. Valószínűleg ilyen hídszerűség, ahogyan elnézem. Viszont itt egy másik dolog, az viszont biztos, itt egy ilyen távolságot jelző kő, vagy ilyesmi, 155-ös jelzéssel, úgyhogy igen, errefelé megyünk tovább. Szóval itt errefelé jön a vágány, és itt már azért valamelyes, mintha újabb lenne a töltés, bár én nem tudom, megmondom őszintén, de hát a lényeg, hogy ezzel a vágánnyal kapcsolatosan egyébként a jövőbeli tervek alaposan megkérdőjelezik egyáltalán, hogy számolnak-e vele így a közeljövőben, és hát ugye funkcióját tekintve azért egy elég fontos összekötő vágányról van szó, hiszen ugye ami nem Cinkota felől, hanem ugye Gödöllő felől köti össze a csömöri állomást, és hát hogyha ezzel terveznek valamit, ezzel a vágánnyal, akkor valószínűleg azt úgy lenne érdemes, hogy Cinkotától Csömörig, és azon túl pedig ugye a csömöri kavicsbányát is igénybe véve Kistacsáig vagy Kerepesig elindítani valamilyen járatot. Úgyhogy én így látom, azt gondolom, úgyhogy majd kíváncsi vagyok a ti véleményetekre is. Ahogyan elnézem egyébként, itt a talpfák, mintha zsírújak lennének. Hiszen viszont a sín az már azért nincs eléggé koptatva, hogy látjátok. De hát a talbeton azok viszont egészen jó állapotban vannak. És most érünk el egyébként ide a M0-ás fölötti hídra. Úgyhogy majd mindjárt lemészhetünk a mélybe. Szóval itt láthatjátok egyébként, hogy a hídon valószínűleg ezek is egykori oszlopoknak a csonkjai lehetnek, amik megmaradtak így régebről. És hát igen, itt a M0-ás fölötti híd, és láthatjátok, hogy azért itt most péntek délután elég nagy forgalom van. Egyébként ez itt valószínűleg egy ilyen átjáró lehetett, ahol a sorompók még megvannak. Hát az átjárónak egy kis része, de igazából ezt a, gondolom már nem lehet használni, és hát ide ki is van írva, hogy már nem, hogy nem is szabad. Szóval eljöttem a Gödöllői hévnél való csatlakozásához. Itt csatlakozik be a Gödöllői hévbe, és itt pedig megy Csömör felé. Úgyhogy hát így összességében talán annyit érdemes róla tudni, hogy a közeljövőben terveznek vele komolyabban számolni. Ugye már volt a Csömör és Kerepes között szóló BZ járatról, és hát hogy hosszú távon milyen terveik lennének vele, azt majd elválik, ugye. Úgyhogy hát így nem búcsúzom ezzel a hévvel mögöttem. Na, szia!